A következő videóban bemutatjuk, hogy külhoni vagy külföldön élő magyarként hogy tudnak részt venni a 2019-es Európa Parlamenti választáson, hol tudnak regisztrálni és hogy, milyen formában tudnak szavazni. Ezelőtt két fontos dolgot kell tudnunk, hogy rendelkezünk-e magyarországi lakcímmel és hogy az ország, amiben élünk, az Európai Unió tagállama-e vagy sem. A jelenlegi magyar törvények szerint az a magyar állampolgár, akinek nincs magyar lakcíme, de van más uniós államban lakcíme, az nem szavazhat a magyar listákra. Azok a magyar állampolgárok, akiknek van magyarországi lakcímük és az Európai Unió tagállamában élnek, csak külképviseleten szavazhatnak, ezért el kell végezniük a névjegyzékbevételt, amit a választás.hu weboldalon tehetnek meg a legegyszerűbben. A weboldalt felkeresve a választópolgároknak menüpontot válasszuk, majd lejjebb az ügyintézés alatt kérelem magyarországi lakcímmel rendelkezőknek opciót válasszuk. Erre rákattintva a kitűzött választásokhoz benyújtható kérelmek alatt legalul a külképviseleti névjegyzékbevételnél a kérelem benyújtása online-ra kattintsunk. A választási opciót az Európa Parlament tagjainak választását válasszuk, majd lejjebb a külképviseleti névjegyzékbevételhez kapcsolódó kérelmeknél kattintsuk a kitöltés gombra. Ezután elkezdhetjük személyes adatainkkal kitölteni a külképviseleti névjegyzékbevételt, személyazonosság igazolását, a személyazonosítót, amit a lakcímkártyánkon találunk, majd nevünket, születési dátumunkat. Miután kitöltöttük személyes adatainkkal, utána a választáson külföldön tartózkodom, így az alábbi külképviseleten kívánok szavazni opciót válasszuk, majd lentebb adjuk meg ennek a külképviseletnek a címét. Ezután válasszuk ki, hogy milyen formában értesítsenek minket a választási iroda döntéséről. Majd a legvégén ellenőrizzük, hogy minden adatunkat helyesen adtunk-e meg, majd kattintsunk a benyújtás gombra. Ugyanez a folyamat vonatkozik azokra, akiknek van magyarországi lakcímük, de nem az Európai Unió tagállamában él. Azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, és állandó lakhelyük nem az Európai Unió egyik tagállamában van, élhetnek a levélben szavazás lehetőségével. Ehhez az alábbi módon tudnak regisztrálni. Látogassunk el a választás.hu weboldalra. A választópolgárok lehetőségnél az ügyintézés alatt a kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkezőknek opciót válasszuk. Legfelül a névjegyzékbevételnél a kérelem benyújtása online opcióra kattintsunk. A névjegyzékbevételi kérelem benyújtásánál válasszuk a kitöltést, majd kezdjük el személyes adatainkkal kitölteni. A kérem felvételmet a névjegyzék opció mellett a kérem könnyített formában megírt tájékoztató anyag küldését is ajánlom, hogy legyen bepipálva. Az értesítésnél az e-mail címet ajánlom, hogy adjuk meg. Pipáljuk be az eltérő cím kérelem opciót, majd a szavazólap átvétele után a cím opciót válasszuk. Ezután válasszuk ki az országot, ahol élünk, és elkezdhetjük begépelni a címünket. Ellenőrizzük, hogy minden adatunkat helyesen adtunk-e meg, és ha igen, kattintsunk a benyújtás gombra.